Ügyeljünk értékeinkre! A karácsonyi vásárlás veszélyeire hívja fel a figyelmet a rendőrség. Ajándékgyűjtés. Több mint 1500 ajándékot gyűjtöttek össze a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal dolgozói. Korszerűsítés a lőtéren. 14 millió forintból újították fel a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület 10 méteres lőcsardokának tetőszerkezetét. Fokozott körültekintése figyelmeztet a rendőrség a karácsonyi vásárlás időszakában. A zsúfolt bevásárló központokban ugyanis ilyenkor a lopások száma is megnövekszik. A Kölcsey televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Könnyen csalás áldozatává válhatunk adománygyűjtés kapcsán is. Fontos tudni, hogy készpénzt ilyen célból nem kérhetnek tőlünk. A karácsonyi előkészületi időszakban jelentősen megnövekszik a forgalom a bevásárlóközpontokban, vagy akár a városok fűterén lévő forgatagok standjainál is. Munkaidő után, valamint hétvégén a legnagyobb a zsúfoltság, így a zsebtolvajok számára is ez lehet a legalkalmasabb időszak arra, hogy bűncselekményt kövessenek el. Érdemes a vásárlás során fokozottan óvatosnak lenni, így például arra is figyeljünk, hogy a leparkolt gépkocsiban ne hagyjunk értékes tárgyat, a pénztárnál pedig semmilyen felesleges személyes iratot ne vegyünk elő. A lehető legkevesebb készpénz legyen mindenkinél. A rendőrség azt kéri, hogy ha lehet, akkor mindenki bankkártyával próbáljon fizetni, és nagyon fontos, hogy a bankkártya mellett ne legyen ott a PIN kód. Az értékeket egyébként is ilyenkor kiemelten kell kezelni, fokozott óvatosságot kérünk mindenkitől. A bevásárlás során a bevásárlókocsiban ne maradjon benne a táska, egyáltalán ha visznek táskát, akkor az a test őrizetében legyenek, főleg a hölgyek esetében, legyen becipzározva, bezárva, mobiltelefon, pénztárca, ez a klasszikus hiba, hogy benne hagyják a kosárba, vagy a farzsebbe helyezik el, és ilyenkor ezt egyfajta lehetőséget teremt az bűncselekmény elkövetésére. Nem csak így lophatnak meg minket, a bűnözők ugyanis a jó hiszeműségünket is kihasználhatják. A karácsonyi időszakban nem ritkák az adománygyűjtő akciók, a legtöbbje ennek valódi, tehát ténylegesen jótékony célokra fordítanak némi összeget, ugyanakkor könnyen csalás áldozatává is válhatunk, ha nem vagyunk elég körültekintőek. Fontos megbizonyosodni a felajánlást váró személy vagy szervezet adatairól, az átverés legegyértelműbb jele pedig az, ha készpénzt kérnek tőlünk, az ugyanis jogszabályellenes. Arcképes igazolványra kell rendelkezni az adománygyűjtő tevékenységet végzőnek, és nagyon fontos dolog, hogy a mai viszonylatban az adománygyűjtés már nem arról szól, mint korábban, hogy készpénzt fogadnak el bárkitől is, hanem csekket adnak, és azon kell befizetni adott összeget, amit az állampolgárok jónak gondolnak, vagy egy folyószámla számot adnak meg. Értelemszerűen nem csak egy sima folyószámla szám, hanem valamilyen honlappal együtt, ahol meg lehet tekinteni pontosan, hogy mely szervezet, aki az adománygyűjti, és ott szintén az állampolgár dönti el, hogy mekkora összeget fog átutalni. Tehát a rendőrség kérése az, hogy készpénzt senki se adjon át adománygyűjtőnek. A bűnmegelőzés érdekében a vásárlás időszakában fokozott figyelmet fordít a rendőrség a nagyobb bevásárlóközpontok, valamint a forgatagok helyszínére. Ezeket a helyeket egyen és civil ruhás rendőrök egyaránt járják, akik azonban nem csak a lehetséges lopásokat és csalásokat, hanem a közlekedési szabálysértéseket is szemmel tartják. Több mint 1500 ajándékot gyűjtöttek össze a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal dolgozói. Évek óta hagyomány, hogy csatlakoznak az Egy doboznyi szeretet elnevezésű kezdeményezéshez, és karácsony előtt ajándékokat gyűjtenek a rászorulók részére. Ajándékok lepték el a megyeháza portáját. Karácsony közelettével idén is gyűjtést szerveztek a kormányhivatal dolgozói. A becsomagolt meglepetéseket felcímkézték. Így könnyebb lesz majd azokat kiosztani, ezért mindegyikre ráírták, hogy fiúnak vagy lánynak, illetve hogy milyen korú gyermeknek szánták az ajándékot. Évek óta meghirdetjük ezt az akciót, cipős doboz akcióként zajlik tulajdonképpen, és azt látjuk, hogy évről évre a kollégáink egy jelentős része az valamiféle felajánlást tesz. Igyekszünk minden évben olyan társadalmi szervezetet megtalálni, akiken keresztül ezek az ajándékok jó helyre kerülhetnek. Én azt gondolom, hogy az Éfóész is egy ilyen szervezet, akik több száz családdal vannak kapcsolatban. Összesen több mint 1500 ajándékot gyűjtöttek össze a kormányhivatal dolgozói, ennek csak egy töredéke fért el a megyeháza portáján. Az ajándékok végül az Éfóész, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetéhez és a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központhoz kerülnek. A járási hivatalok minden településen találtak olyan partnerintézményeket, amelyeken keresztül a megfelelő helyre tudják eljutatni a meglepetéseket. Az Éfói Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete a megyében
1000 fő taggal rendelkezik, és 779 családunk van. Elsősorban ugye 5 intézményen keresztül, ami saját intézményünk, illetve a társintézmények, hozzájuk fognak kerülni ezek a csomagok, hogy egy kicsit szebbé és gazdagabbá tehessük ezt az ünnepet. A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ látókörében éves szinten több ezer gyermek és család van. Az intézmény őket folyamatosan támogatja januártól decemberig, de karácsony közelettével mindig nagyobb figyelmet fordítanak a segítésükre. A családok életében nagyon fontos, én azt gondolom, hogy az életviteli problémáikon, anyagi problémáikon, mentális nehézségeiken egy családsegítő, egy esetmenedzser segítse őket, illetve hidalják át a problémát, de azért mindig nagyon fontos az a kézzelfogható segítség, amit tudunk adni, értem ez alatt a tartós élelmiszert, akár a szociális tűzifa, a ruhaadományokat, lakáscikkek adományait, hogy nagyon széles körben kell, hogy ellássuk a családokat. A családsegítő a Körte utcán egy külön ruharaktárat is üzemeltet. Ide bárki beviheti a már nem használt, de jó állapotban lévő ruháit. 12 millió forint önkormányzati forrásból újították fel a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület 10 méteres lőcsarnokának tettő szerkezetét. A Sóstúj úti létesítményben emellett saját forrásból korszerűsítették a légfegyveres csarnok belső terét is. A légpuskáját tölti ez a fiatal sportlövő a megújult lőcsarnokban a Sóstúji úton. A Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület Target Sprint csapata idén 18 aranyérmet, 10 ezüst és 15 bronzérmet nyert egy országos bajnokságban, a csapat pedig egy beruházásnak köszönhetően megújult helyen készülhet a további megmérettetésekre. A beruházásnak a tárgya az a 10 méteres lőcsarnok felújítása volt. A 10 méteres pályánknak a tetőszerkezete már nagyon elavult volt, illetve sajnos beázott, ezért Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatának jóvoltából történt meg ez a tetőcsere. Ez körülbelül 12 millió forintba került. Ezen belül az egyesületünk saját forrásból újította fel a belső terét a 10 méteres lőcsarnoknak. Padló burkolatot cseréltünk, a lőállás mozgató gépeket, illetve most már 4 modern elektronikus széltáblával is rendelkezünk. Az ország egyik legmeghatározóbb sportegyesülete a Nyíregyházi, tette hozzá Veres Andrea, aki elmondta, a pártoló tagokkal együtt 130 fővel rendelkeznek. Az egyesület versenyzői idén számos bajnokságról hoztak el dobogós érmeket, emellett Veres Andrea Európa bajnok edző lett októberben a válogatott csapattal. Az átadón Pető László, a Lövész Sport Szövetség tagja elmondta, Nyíregyházán kiváló az utánpótlás nevelés, és a magyarok világviszonylatban is kiemelkedő lövészek. A magyar sportlövészet ma azt gondolom nagyon kiváló helyzetben van. Nagyon jó az utánpótlásunk, sőt, ha már itt vagyunk Nyíregyházan, akkor büszkén mondhatom, hogy itt az utánpótlás egy kifejezetten jó munkát mutat. A kiváló nagy versenyzőink, azt hiszem, hogy a médiában is nagyon szépen megjelennek, és látható YouTube-on, látható Facebookon, látható a Magyar Sportlövész Szövetségének a honlapján, látható médiában, hogy a világranglistákat a magyarok vezetik. Nagyon jók vagyunk. A rendezvényen Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere adta le a lőteret felavató első lövést, amely után a fiatalok birtokba is vették a felújított lőcsarnokot. Volt kórházigazgatók előtt tisztelegtek a József András Oktató Kórházban. A fennállásának 120. évét ünneplő intézmény éremfalára a kórház korábbi 5 főigazgatójának portréját helyezték fel. A Dorján Gusztáv, a kórház jelenlegi főigazgatója az eseményen kiemelte, az ünnepelt vezetők munkája teremtette meg az alapot a jelenlegi körülmények létrejöttéhez. Séra Gyula, Szegedi János, Pintérné Gönci Ágnes, Pikó Károly és Vancsó Ágnes a József András Oktató Kórház korábbi főigazgatói 1989-től kezdődően. Őket ünnepelték a 120 éves intézmény jubileumi záró programján. Nagy Lajos Imre szobrászművész mind az ötükről érem portrét alkotott, amelyeket most ki is helyeztek a sebészeti tömb aulájának érem falára. Négyen közülük személyesen is megjelentek az eseményen. Pikó Károly volt az egyetlen hiányzó, ő tavaly távozott az élők sorából. 5 olyan igazgató elődünket helyeztünk föl, annak a plakettjét erre a falra, akik meghatározó egyéniségei voltak ennek a kórháznak. Ugye beszélünk nagyon sokszor álmokról, beszélünk nagyon sokszor megvalósíthatóságról. Itt
azok az emberek voltak itt most, és vannak itt, és azok kerültek föl erre a falra, akiknek álmaik voltak, és az utókor megvalósította. Én azt szeretném, és azt kívánom a mostani kollégáinknak is, hogy azokat az álmokat, amelyeket mi most itt megálmodtunk, azokat majd a később az utókor tudja teljesíteni, hisz azt a fajta szakmai alapot, amit lehelyeztek, elhelyeztek ők annak idején, mi arra tudunk itt építkezni. Adorján Gusztáv az eseményen elmondta, az intézmény jelenlegi vezetése számára fontos, hogy tovább vigyék az elődök örökségét. A főigazgató hozzátette, a kórház egészére kihatott a 120 éves jubileum ünnepi hangulata. Ebbe az évben volt nagyon érdekes módon a laboratóriumnak a 100 éves évfordulója, ebbe az esztendőben volt a könyvtárnak a 100 éves évfordulója, 50 éves volt a traumatológiai osztály, urológiai osztály, tehát nagyon sok olyan osztálynak voltak jubileumai, amelyeket méltó módon tudtunk megünnepelni, és hát az a fejlődés, ami az elmúlt esztendőben megvolt, és nap mint nap mindig lépésenként megyünk előre, én azt gondolom, hogy méltó megünneplése volt ennek az esztendőnek. Séra Gyula 1989-től 2003-ig állt a megyei kórház élén. Az egykori főigazgató elmondta, munkájának legnagyobb sikere az volt, hogy a rendszerváltozás után sikerült megteremteni a pénzügyi stabilitást és összehangolni a részszakmákat az intézményben. Ez egy hatalmas nagy munkahely, ahol az igazgató csak egy. Önmagában nem ér semmit, hogyha nem kapja meg a támogatást, és miután kölcsönös felelősség van a dolgozók között mindenkiért, sikerült úgy összehangolni, hogy egy ilyen spontán rendszerváltási hangulattól is vezéreltetve a kórházi, főleg a felelős vezetőket, akik tovább az osztályokon, hogy a végén egy egészen jó hangulatú, jó irányba húzó, és hát mint az akkori mutatói jelezték is, szakmailag is fejlődőképes intézmény lett. Az eseményen elhangzott az integrált intézményként üzemelő Józsa András Oktató Kórház. Az utóbbi 30 év fejlődésének köszönhetően ma már az ország egyik legkiterjedtebb, leghatékonyabban működő egészségügyi intézményévé vált. Egy vízgazdálkodás és környezetvédelmi mérnök, valamint egy fizikus érdemelte ki idén a Kabai díjat. Az elismerést olyan műszaki és természettudományos területen kiemelkedő tevékenységet végző szakemberek kaphatják meg, akik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye érdekében végzik kutató munkájukat. Az 1970-es évek óta működik mai formájában a Magyar Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége. 1976-ban osztották ki először a híres magyar gyógyszerészről Kabai Jánostól elnevezett díjat. Kisebb-nagyobb kihagyásokkal idén már a 37. átadó ünnepségre került sor, csütörtökön a nyíregyházi Krúdi moziban. Ezt az elismerést a megyei közgyűlés határozatok alapján azok a tagtársak kapják, azok a megyében élő műszaki természettudományos területen kiemelkedő tevékenységet végző kollégák, akik a megye érdekében, az oktatás érdekében, tudományos kutatás területén és a gyakorlati munkájukkal rászolgáltak, hogy tevékenységük alapján a Grénium ezt a díjat részükre megítélje. A múltban építészek, közgazdászok, mérnökök is megkapták az oklevéllel és Kabai János arcképével ellátott emlékplaketten járó elismerést. Idén két jelenleg is aktív kolléga érdemelte ki a díjat. Veres József a Feti vízigosztály vezetője közel 30 éve dolgozik a vízkészletgazdálkodás és környezetvédelem területén. A térség vízvédelmi kérdéseivel foglalkozik annak érdekében, hogy az itt élők megfelelő minőségű ivóvízhez juthassanak. Ezzel párhuzamosan sokat gondoltam és sokat gondoskodtam arról, hogy a környezeti elemek védelmével is aktívan foglalkozzak. Én úgy gondolom, hogy itt a megyében nagyon fontos az, hogy a vizekkel foglalkozunk, hiszen itt a elsődleges megélhetési formák, például a mezőgazdaság, nagyon indokolják, hogy ezeket a készleteket gondozzuk, a gazdálkodóknak megfelelő készleteket biztosítsunk, az embereknek ivóvizet biztosítsunk, az üdülni, pihenni vágyuknak viszont megfelelő fürdővizet biztosítsunk, az ipari üzemeknek, az ipari termeléshez szükséges vizeket tudjuk biztosítani. A másik díjazott Tarján Péter pedig a nagy energiás fizika területén végzi tudományos munkáját. Ezek tulajdonképpen azzal foglalkoznak, hogy miből áll a világ, a világ legelemibb építőköveit, részecskéit keressük, és az ezek között működő kölcsönhatásokat próbáljuk feltárni. Ennek hétköznapi
életre leszivárgó, közvetlen leszivárgó folyományai egyelőre nincsenek, később esetleg lehetnek, mint ahogy korábban a 19. században az elektromosság tulajdonságai, az is alapkutatásnak minősült, ma már azért egészen sok alkalmazását találtuk meg. Az elismerés átadását követően a díjazottak előadásuk keretében a közönségnek is bemutatták kutató munkájukat. Férj jóslás, időjárás előrejelzés, termékenység varázslat. Csak néhány lucanapi hagyomány, amelyek mára már szinte teljesen eltűntek a köztudatból. December 13-án a keresztény hitért mártír halált halt, Szent Lúciára emlékezünk. A Luca név a fényt jelentő lux szóból származik. A középkorban úgy tartották, Szent Lúcia a varrónők, vakok és szembetegek védőszentje volt, és bár alakja jóságos, Magyarországon mégis keveredik egy boszorkány alakjával. Ezért általánosan egy gonosz járónapnak tartották december 13-át. Ehhez a naphoz számos hagyomány kapcsolódik, többek között az a munkatilalom, miszerint nem lehet fonni és varni, nehogy a háziasszonyok megszúrják magukat a tűvel. Kapcsolódott egy ilyen termékenység varázsláshoz is, ami elsősorban a tyúkokhoz kapcsolódik, mert azt gondolták, hogy akkor ezzel bevarnák a tyúkoknak a fenekét, hiszen a tojás az egy nagyon fontos élelmiszer alapanyag volt, és hát nagyon fontos volt, hogy a tyúkok jól toljanak, mert ettől függött az, hogy hány tojás van, hogy ülnek a tyúkok, mennyi kell ki belőlük, hány csibe lesz. A lányok többféle módon is meg tudták jósolni Luca naphoz kötődve, hogy ki lesz a jövendőbeliük, de a következő év időjárására is tudtak következtetni. 12 nap van Luca nap és karácsony között, és minden nap egy-egy hónapot jelentett, és megnézték, hogy milyen az időjárás aznap, és akkor ebből következtettek arra, hogy az adott hónap akkor milyen lesz majd, vagy készítették a Luca búzát, amit Luca napkor egy tálban elhelyeztek egy marék búzát, azt megöntözték vízzel, és hogyha az karácsonyig kizöldült és szép zöld lett, akkor arra következtettek, hogy jó lesz a termés a következő évben. A legismertebb hagyomány pedig a lucaszék készítés, amihez 9 féle fát használtak. Miután készítője felismerte segítségével a boszorkát, hazaérve el kellett égetnie a széket. Megszakadt a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks 9 meccses győzelmi sorozata. A kékcápák az NB1B piros csoportjának 12. fordulójában lejátszott mérkőzésen hazai pályán 94-92-es vereséget szenvedtek a MAFC csapatától. Siska János együttese a jövő héten Salgótarjánban zárja az őszi szezont. A második fogadta a harmadikat, és a találkozót a 9 meccses győzelmi sorozatban lévő hazaiak kezdték jobban, az első negyed végén 10 pont volt a cápák előnye. A második negyedben 6 pontot ledolgoztak hátrányukból a fővárosiak, fordulás után pedig tovább zárkózott a MAFC, olyannyira, hogy a záró negyednek már 1 pontos vendégelőnél vágtak neki a csapatok. A hajrában felvált vestek a kosarak, 5 másodperccel a meccs vége előtt 2 ponttal vezetett a Nyíregyháza. Oldalról jöhetett a MAFC, és miután Bazsó Tóth Péter elleni szabálytalanságát dobás közbeni faultnak ítélték meg a játékvezetők, 3 büntetőt dobhattak a vendégek. Mindhárom beesett, a másik oldalon viszont néma maradt a síp, és még egy MAFC büntető után 94-92-es vendégsikerrel zárult a találkozó. Azt játszottam azt, amire számítottunk igazából, a mi játékunk néha akadozott. Nehéz volt azért támadásban, mert ez a zóna emberfogásos védekezés ellen támadnunk, illetve nem mentek úgy be a kinti dobásai, mint az előző mérkőzésen, de a végén a mi kezünkben volt az a mérkőzés. A 15 szerzett pont mellett 11 gólpassz kiosztó Busz Iván érthetően csalódott volt a mérkőzés után. Soha nem minősítettem még játékvezetőt, vagy játékvezetői ítéletet, de ez a vége nekem ez a nevetséges kategóriába tartozott. Pláne hazai pályán egy ilyet hezitálás nélkül befújni, mindegy, egyetlenek ellenére magunkba is kell keresni a hibát. Nagyon-nagyon jól kezdtünk, minden dobásunk beesett, borítékolható volt, hogy lesznek hullámvölgyek a továbbiakban a mérkőzésen. Jöttek is, a MAFC-nak a 3-2 zónája ellen sokszor körülményesen és lassan játszottunk. A végén, negyed közepétől megint jó ritmust találtunk, végjátékban úgy gondolom, hogy jól játszottunk. A játékvezető viszont elöntötte a végén a mérkőzést. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks jövő szerdán Salgótarjánban zárja az őszi szezont.
Hazai pályán zárja az évet a kisvárdai futballcsapat szombaton. Dajka László jelenleg 7. helyen álló együttes az NB1 16. fordulójában a második MOL Fehérvár FC-t fogadja. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. Az őszi zárófordulót rendezik a hétvégén a labdarúgó NB1-ben, és a Kisvárda hazai pályán búcsúzik el egy időre szurkolóitól, akik a legutóbbi két hazai meccs után győzelemnek örülhettek. Az elmúlt hétvégén az Újpest ellen 1-0-ás vereséget szenvedett Dajka László együttese, a szombati ellenfél pedig már az új edzővel, Joan Carrióval a kispadján Székesfehérváron kapott ki 2-0-ra a Pakstól. Nagyon nem jött jól nekünk, hogy a videóton a hazai pályán a Pakstól elszenvedte a fájó vereségét. Ezáltal biztosan sokkal motiváltabbak lesznek, és nehezebb dolgunk lesz. A mi szempontunkból ebben a helyzetben teljesen mindegy, ki az ellenfél. Hazai pályán megszokhatták tőlünk a szimpatizánsaink, hogy ugyanazzal a felfogással lépünk pályára. A legutolsó két hazai meccsünk, a Honvéd és a Debreceni ráadásul még eredményesen is zárult. Hát tulajdonképpen ebből kifolyólag optimisták lehetnénk, de nyilván tudjuk, hogy a tudásbeli különbség az azért jelentős. Egy tavalyi Európa Ligás csapatról, ráadásul jó szereplő európai csapatról beszélünk, amelynél az utóbbi időben nem úgy alakultak az eredmények, ahogy szerették volna, de most is versenyben vannak a bajnoki címért, ráadásul edzőt is cseréltek. Ennek a nyomai azok már látszanak a csapat szerkezeti felállását tekintve. A Kisvárda MOL-Fehérvár FC mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Paks Mezőkövesd, Puskás Akadémia Zalaegerszeg, Kaposvár Debrecen, Budapest Honvéd Újpest és Diósgyőr Ferencváros. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A karácsonyi vásárlási roham veszélyeire figyelmeztet a rendőrség. Ilyenkor a zsúfolt bevásárló központokban, valamint a forgatag standjainál is megnövekszik a lopások száma, így érdemes fokozottan odafigyelni értékeinkre. Akkor is meglophatnak minket, ha úgy hisszük, jótékonykodunk. Ezeken a helyeken ugyanis nem ritka az áladománygyűjtés is. A hagyományok szerint idén is adománygyűjtés szervezett a kormányhivatal. Több mint 1500 ajándékot gyűjtöttek össze a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei intézmény dolgozói. A hivatal évek óta csatlakozik az Egy Dobozni Szeretet elnevezésű kezdeményezéshez, és karácsony előtt ajándékokat gyűjtenek a rászorulók részére. 12 millió forint önkormányzati forrásból újították fel a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület 10 méteres lőcsarnokának tetőszerkezetét. A Sóstúj úti létesítményben emellett saját forrásból korszerűsítették a légfegyveres csarnok belső terét is. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták december 13-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd önöket, szombat este pedig heti hírösszefoglalónkkal, a Krónikával jelentkezünk. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra, jó hétvégét! Péntek este az összefüggő felhőzet szakadozottá válik, eső néhol előfordulhat. A délkeleti, majd az északkeletire forduló szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, +3 fok között alakul. Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd estétől felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső több helyen várható, a délnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 7 fok között alakul. A következő napokban nem valószínű csapadék. Vasárnap több órára kisüt a nap, de a változó felhőzet mellett a jövő hét első felében is számítani lehet hosszabb, rövidebb napsütésre. Ugyanakkor főleg az éjszakai, reggeli órákban ködfoltok is előfordulhatnak. Egyre enyhébbek lesznek az éjszakák, és erősödik a nappali felmelegedés. A csúcshőmérséklet az ország nagy részén meghaladja a 10 fokot, néhol elérheti a 15-16 fokot is.